Na, Hali papi, mami. Egy dolog nagyon tud zavarni engem, hogy kiverik az álmot a szememből ilyen értelmetlenül. Tehát mondjuk fúrnak, vagy valami, nem tudom, attól én teljesen rosszul tudok lenni. Most reggel meg az volt, hogy... Ja, mondom. Reggel az apokalipszis hangok ehhez képest lófasz, szóval amit itt műveltek itt a sineknél, én nem tudom, mint hogyha összeomlana a föld, és akkor egy ilyen 3 óránál. De ez biztos befolyásolja egyébként az embert, hogy hogy ébred egy ilyen szituáció, mert azt észrevettem, hogyha én kiegyensúlyozottan kezdődik egy nap, azért annak nagy szerepe van abban az alvásnak, tehát hogy hogyan ébredsz szerintem, úgyhogy már ilyen dühösen ébredsz, akkor szerintem ez elég rossz. Szóval most nyomatok egy kávét gyorsba, összeszedtem magam, utána fogok egy kicsit melózni, aztán muszáj egy kicsit tekernem vagy levezetni az itt a feszültségemet, mert az egész napom így el van csúszva, komolyan nem tudom, hogy mitől lehet az, hogy egyébként az ember így nagyon vidáman tud ébredni egyszer meg úgy ébred, hogy ilyen kegyetlen rossz hangulata van. Ez biztos, hogy ezért befolyásolják nagyban az álmok is, mert én biztos vagyok benne, hogy tudat alatt lehet, hogy nem is emlékszel, hogy valami kurva szart álmodtál, vagy valami nagyon rosszat, és hogy utána az egész napod rányomja a bélyegét, és lehet, hogy nem is emlékszel rá, csak egyszerűen olyan szar érzés volt megálmodni, mert azt ugye te átélted, csak már nem emlékszel mondjuk rá, hogy te ilyet álmodtál. És akkor mondjuk az egész napod így el van csesz egy hülye álom miatt. Ez is tök érdekes, hogy igazából az álmot is így te kreálod, tehát te találod ki. Ilyen napi marhasságokat feldolgozod, ugye egyszer volt már is ilyen álomról szóló vlogom, mikor így visszatérő álmom volt. Na de mi van akkor, amikor ilyen nagyon rosszul ébredsz, ilyen tök szar hangulatod van, rossz a közérzeted, meg mi van, amikor úgy ébredsz, hogy így szétcsattansz az örömtől, hogy mi a fasz lehet ez, hogy milyen összefüggés van, és biztos, hogy van összefüggés a között, hogy mit álmodtál, vagy hogy hogy aludtál, vagy elaludtad magad, vagy egész éjszaka nem tudtál rendesen aludni, és szerintem mondjuk én amúgy is rohadt szarul alszom, tehát mondjuk már egy jó 10-12 éven aludtam úgy rendesen, de ettől függetlenül meg van, amikor nagyon ritkán úgy kelek, hogy ez ilyen tök jó volt, hát most nem, most már ezek a rohadt hangok is felbasztak meg minden, de szar közérzettel ébredek, nem tudom, ez tök szar ilyenkor. Úgyhogy ezt nem... Ezt nem szeretem. Na, főzök is egy kávét, és azt jól megiszom, mert annak van értelme, hát egy picit felébredek. Meg próbálok a közérzetemen így javítani ma, mert semmilyen kreativitás nem szorult belém mára, pedig pont kéne. Megint egy repülő elmegy a változatosság kedvéért. Úgyhogy ma mindenképp muszáj egy kicsit bicikliznem, vagy kiengednem a gőzt, vagy nem tudom. A másik meg, amiről beszélni akartam így kor reggel, hogy nem tudom, ez a, most igazából csak a mikorosztályunkhoz szólok, de így ez a mi szüleinknek egy olyan ilyen betegsége ez a gyűjtögetés, hogy nem tudom, ez a minden jó lesz majd valamire, hogy nem tudom, a ti szüleitek, és ugye most tényleg csak a mikorosztályunkbelieket kérdezem, mert szerintem jó, mondjuk az emberfüggő is, mert van olyan idős is, aki teljesen ilyen, de hogy azért valahogy ez jellemző volt így a szüleinkre, annak a korosztálynak, aki ott felnőtt, tényleg még, aki a mi anyukánk, apukánk, hogy minden jó lesz majd valamire, és mindent elrakunk, és majd ezt rendbe tartjuk, és akkor ott, tehát ez a fújnettől megőrülök, hogy,
hogy ilyen sok szardint gyűjteni, mi a faszért nem dobjuk ki a picsába, hogy tényleg, amit az ember már egy éve, két éve nem használt, hogy ezt soha az életében nem fogja, és akkor mindent így magunk próbálunk megoldani, nem vagyunk nyitottak az új dolgokra, hát én eléggé ilyen az én muterom is, és ez iszonyatosan lehangoló tud lenni egy csomószor, hogy egyszer nem nyitott az új dolgokra, zavarja mindenből a régi a jó, mert az milyen jó volt, és a sokkal jobb, de most ilyen abszurd dolgokat mondok, tehát még egy lábos, és arra se lehet meggyőzni, hogy ez egy 6000 éves szar, de abban lehet jót főzni, amikor veszünk neki valami tök high-tech, tök jó bevonatú, tehát nem ég oda semmi rajta, de az egy szar. Szóval ez ilyen az ő korosztályoknak komolyan ilyen betegsége ez a mindent. Jó, hát szar lehet, mert mindent maguk kellett megoldjanak, meg nem volt ennyi sok dolog, meg nem... Tehát nyitottnak kellett ahhoz lenni, hogy befogadd ezt a rengeteg dolgot. Ugye jött az internet, jött a média, jöttek az okostelefonok, minden úgy berobbant minden, hogy pont ők az a korosztály, akik így nem ebben nőttek fel, hanem így paff, így izé a 30-as éveik elején így boom, megtörtént a ősrobbanás, és akkor minden kerekestől felfordult. De hát azért valahogy nyitottnak kéne lenni erre, szóval annyi dologról, hogy nem tudom meggyőzni így a mutert is, hogy én nem tudom, hogy nálatok ilyen, de egyébként láttam nagyon nyitott ilyen idős szülőket is, akik úgy nyitottak úgy mindenre, meg az internetre, meg érdekli őket, de hát amikor így nem tudsz mit kezdeni ezzel, az nagyon-nagyon hát nagyon-nagyon idegesítő tud lenni, tehát hosszú távon, meg rövid távon is, hogy egyszerűen nem tudom. És akkor legjobb, hogy az ember így a sok szarságot a pincébe leviszi, meg mit tudom, és akkor egyszer csak egy lomtalanítás van, és akkor ki kéne üríteni a pincét. És akkor így kidobunk mindent, amit így két év alatt így jaj, még az jó lesz valamire, meg azt majd még visszaszögeljük állítólag, meg azt majd visszaakasztjuk, ha majd egyszer mit, hova? Soha nem fogjuk, hát szétvertük a bútort is, azt ki kell dobni. És akkor utána meg dobjuk ki akkor a izébe, és akkor 3 órán át pakolni, vagy nem tudom, én ezt nem értem. Úgyhogy nem is akarom. Én úgy vagyok vele, hogy ami rossz, és nem használod, azt esetleg megkérdezel valakit, hogy kell-e valakinek, vagy a haver, lehet, hogy tényleg pont jól jön neki, nem tudom mi, és akkor fú, kellett pont ez a polc rész, mert volt valami gond, oké, aláírom, van ilyen, de ez a minden jó lesz valamire, én ettől teljesen ki vagyok, meg ez a mindent fölhasználunk, majd itt lesz ez meg az, helyette, és akkor majd akkor úgy megoldjuk. Ahelyett, hogy ilyen filléres dolgokból tényleg vennénk egy újat, és akkor nincsen bele gond. Ettől ki tud borulni. Na, papi.